meglehetősen szokatlan élményben volt része Szentgyörgyi Dezsőnek és két társának a Malér-Dresdai járatán. Szeptember 1-én egy számukra beazonosíthatatlan égi jármű csatlakozott hozzájuk. Mindez 45 percen keresztül. Ez a találkozás örökre megváltoztatta a pilóta életét. Több mint 36 évet repültem a Malévnél, először Tupolyev 134-esen, aztán Jak-40-en, végül a Boeing családot végigrepültem, a 737-es Boeing családot, és hát akkor ez alatt történt egy valami, amire nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert nagyon kevés embernek adatott meg, és annyi ideig pedig azt hiszem csak nekem és két társammal. Konkrétan 86. szeptember 1-én mentünk este Ferihegyről Drezdába, drezdai járat. Ez azt jelenti, hogy 7:30 óra körül indul. A körülmények hideg front utáni gyönyörű látás. A kontúrok borotva pengével kifaragva mindenhol, egy szál por nincs a levegőbe, a városok fényképei a városok fölötti porfelhőt ilyen oszlopként világítják meg, és nagyon élesen elválnak a különböző városok. Na most ezt nagy magasságból, hát 300 kilométerig azért ugye el lehet látni, vagy tovább, és gyönyörűen lehet látni a különböző városokat. Na, lényeg az, hogy felszállás után az első jelentősebb pont az Esztergom. Esztergomra a 134-es elérte a körülbelül 4000 méter magasságot. Én az üvegúrú Tupolyev volt és navigátorként voltam akkor. Úgy képzeljék el, hogy körülöttem egy üveg minden, lefelé, fölfelé, és az ember, mintha egy deszkán ülnek innen a repülőgépen kívül, mint a madár, szemlélődve a tájat, imádtam ezt egyébként, és a bécsi fénykéve fölött egy narancs nagyságú narancs áll. Ezt is úgy vettem észre, mert hát közben az ember foglalkozik a térképpel, papírokkal, ördöggel, műszerekkel. Két kollégám, a két pilóta fölöttem ül, rám szól, hogy nézzek ki. Kinézem, kinézek, látom ezt a narancsot. Hát jó, mondom, valószínűleg a lemenő nap sugarai megvilágítják a városból felküldött, a repülőtérről felküldött valami meteorológiai gömböt, léggömböt, és valószínűleg azon belődnek vissza aranyszínű, napsugarak. Fordulnék vissza, mert hát azért az időnként már látott ilyet az ember, fordulnék vissza, és azt látom, hogy ez a szemem sarkából, hogy ez a valami fogja magát, és átvágja egy olyan 200-300 kilométer közötti távolságra a prágai fényképe fölé. Na most, de lassulás és gyorsulás nélkül, úgy, mint amikor az ember a videót legállítja és beindítja. Na most ez az átvágja magát, ez másodpercen belül volt. Akkor most leragadtam ennél a dolognál, hogy na ez mi volt. Hát ráadásul a körülmények az, hogy akkor volt az afganisztáni bevadulás, minden a két oldal így áll egymással. Bécs és a csehek között húzódott a légvédelmi zóna, az európai légvédelmi zóna. Minden rakéta kilövőn a gombúján az ujjak, a vadászképek a készültségben ül, és csak a startra vár, úgyhogy eléggé közel, háborúhoz közel álló helyzet volt. Na, ki az a marha, aki ilyenkor ebbe az időben tesztel meg voltam győződve, valami szupergépe van valamelyik oldalnak, és ilyen katonapolitikai helyzetben tesztel ilyen élesen valamit. És akkor jött a következő döbbenet, hogy áll.
ad a hál, akkor az nem repülőgép. Hát akkor még jött a gondolat, hogy hát ha fordulózik nagy távolságból, ez hát körülbelül ez a távolság olyan 400 kilométer lehetett Esztergom és Prága között, 3-400 inkább, és azt látom, hogy valószínűleg a fordulózás miatt látom azt nagy távolságból egy helybe áll. Aztán rájöttem, hogy tévedés, mert a fénykéve fölött egy négyszöget leírt úgy, hogy mindegyik sarkán körülbelül egy-egy percig állt. Na akkor ez micsoda? Műszaki egyetemet végeztem, én már akkor olvastam UFO, stb. Témáról. Egybe biztos voltam, hogy nem mi vagyunk az egyetlen csoda a világűrben, és de hát ez azért az olyan, mint amikor a pápa találkozik a főnökével, hát az első gondolat azért csak az, hogy nincs benne valami sus-sus a háttérben. Hát úgy voltam, hogy szóval kikapcsoltam, inkább így mondom, hogy kikapcsoltam. De aztán nem csak én, hanem a két kollega is, a repülőgép az magától repült, mint a kacsamadár. És egyszer csak, ez alatt elértünk Nyitráig. Nyitrára már közel 10 000 méter magasságra felértünk, és ez a valami fogja magát, addig ott szépen állt ebbe a kis formációba, fogta magát, és így a fejünk fölé vágódott. Na most olyan gyorsan, hogy mondjuk az ember a tudata fogta fel, hogy mit látott. Mert tehát, mint ahogy itt beszélgetünk, és látlak téged, de hogyha valami hirtelen bevágódna valami rövid, az embernek tudata akkor azt is megjegyzi. A folyamat pedig olyan volt, hogy a narancs nagyságú narancsból lett egy kosárlabda nagyságú narancs, aztán eltűnt a narancsszín, és lett belőle egy tórusz, egy fénygyűrű. Egy fénytórusz. Most ennek a tórusznak, a gyűrűnek a formáját nem láttuk. Megint az, hogy a kitűnő a látás, korom fekete az ég, és a csillagok azok ezüst színűek. Akkor tűnt fel, hogy ezüst színűek a csillagok, és amikor ugye ez úgy fölénk érkezett, ráadásul olyan pozícióba tette magát, hogy ugye a pilótakabinról csak előre lehet látni, olyan pozícióba tette magát, hogy fölénk, de elénk. Tehát nem mögénk. Ez körülbelül azt kell mondjam, hogy akkora lehetett, mint egy jó nagy szombrero. És ha itt lenne, úgy mondanám, nem tudtunk nagyságot érzékelni, mert nem volt mihez képest, bizony csak. És akkor utána nagyon-nagyon lassan, ilyen ütemben elkezdett nőni. Magyarul ereszkedett ránk. Na most, hogy miért vesztette el, hogy miért váltott formát? Hát valószínűleg, mert ahogy nőtt felénk, még egy darabig sütötte a nap, tehát a napnak a fénye verődött vissza róla, utána pedig jött a saját fénye. Most ez a fénygyűrű, ennek az intenzitása állandó volt. Viszont a színe az így pulzált, hogy lila-zöld. Lila-zöld. Ránk kereszkedett, és körülbelül akkora lett, ha itt lenne, mondanám, mint egy 5 méteres átmérőjű valami. Szóval akkor itt már konkrétan egy gyűrű volt? Egy konkrét gyűrű, vastag gyűrű. A közepén levő luk, az körülbelül, és a fal vastagság közötti viszony az körülbelül olyan, a fal vastagságnak körülbelül kétszerese lehetett a közepén levő feketeség, tehát egy markáns fény jelenség volt. Na most ez alatt elértünk, tehát elhagyjuk Nyitrát, és hát előjön a gondolat, hogy mondom a kapitánynak, hogy hát akkor ezt én leadom a rádión. Add le. De most örök életemben fájó pont, hogy voltam annyira gyáva, hogy nem mertem kimondani a szót, hogy flying saucer, vagy valami más repülőcsészájra utol valamit, hanem most a fordítást mondom a szlováknak, hogy valami repül felettünk. És mondja, hogy nem lehet. Nincsen repülőgép a környékükön, de valami repül felettünk. Hát ez mondtam is volna, meg tartottam is tőle.
És úgy beidegesedett a hangja, hogy mondom, ez volt a katonapolitikai helyzet, hogy beidegesedett a hangja, hogy milyen magasan. Hát milyen magasan, hát mi voltunk 10 méteren, ennek legalább az ötszöröse kell lenni, hát mondom, körülbelül 50 kilométer magas. Mély csönd. Abban az időben vadászgépek sem jártak még ilyen magasan. Csönd. Milyen sebességgel? Hát akkor mondom, Prága Nyitra távolság, kis kézi komputer, hát kijön a fénysebesség közel egyharmada, tehát eleve másodperc töredéke alatt volt, tehát kijön egy nagyon durva sebesség, durva az egyharmada a fénysebességnek. Most megint egy mélységes csend. Most a szituáció a következő. Van egy angolul valahogyan beszélő magyar, és van egy angolul valahogyan beszélő szlovák. Mindegyik tart, legalábbis valamelyik biztos jobban tart a másiknál attól, hogy esetleg valami olyan angol beszélgetésbe kénytelen belesodródni, ami esetleg nem éppen előnyös a számára. Egyszer, másodszor pedig, hát hogyha ezt én forszírozom tovább, vagy egyértelművé teszem, akkor ő kénytelen megriasztani a vadászokat. Na most itt van a fájó pontom, hogy akkor nem csak egyedül, hogy ezt nem tettem meg, hogy nem csak egyedül láttuk volna mi, hanem akkor lett volna két vadász. És kezdeni nem tudtak volna vele semmit, de legalább lett volna tanulra. Vagy még hamarabb elhallgattatták volna, azt se tudom, hogy ebből mi lett volna így. Jó. És a döbben csend, megint egy jó pár másodpercig, és akkor nyugtáztam. Magyarul kergessétek a fehér egereket. Neki sem volt nagyon érdeke az, hogy kiélezze a szituációt, mert akkor jelentést kell írni, vadászok, stb. Tehát akkor magyarul egy bonyolult, akár politikai helyzet is jöhet előből. Mert hát a legjobb az volt, hogy közel van úgyis a cseh irányítási határ, átad, legyen az ő baj, a többi. Na most átmegyünk a csehre, a cseh megszólal, hogy elment a válaszjeladónk. Ez egy olyan berendezés, ami a hadsereg számára fejlesztette ki, hogy a saját rakéta ne találja el a saját repülőgépet, ez a barát ellenség kód. A légközlekedésben pedig arra használják, hogy kapsz egy kódot, ezt beállítod, és akkor te kisugárzol egy olyan jelet az ő képernyőjére, ami rád vonatkozik. Vannak benne adatok, stb. Tehát az irányítás már nem hagyományos radar hullámokkal megy, hanem ez egy vak képernyő, hanem te, amit kisugárzol jelet, az jelenik meg az ő képernyőjén. Tehát nem visszavertél, hanem ha például nem állítod be, akkor nem sugárzol ki semmit, akkor ő nem tud rólad. Na most ezt nagyon nem szeretik az irányítók, hogyha ilyen van, mert akkor ugye nem képes megfelelően irányítani. Nézem, most ennek van a gépen egy kis zöld villogó lámpa visszajelzője. Nézem, gyönyörűen működik. Tesztgomnyomom, működik. Hát mondom, bocs, de hát az a helyzet, hogy nálam működik. Akkor lehet, hogy egyébként mert hallják egymást a szomszédos irányító körzetek, hogy ott mit mondanak, lehet, hogy már neki valami ott akkor leesett. Na most én meg úgy voltam, hogy hát akkor ez egy információ elszívás, mint ahogy az is volt. Valahogy úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy ezt a dolgot megusszuk, de nekem megérte. Ez egy akkora élmény, hogy nekem, akkor már tudtam, hogy tisztában volt, hogy ez egy valami olyan, amit itt nem a Földön gyártottak, ilyenre nem képes, hát mondom, még egyszer hivatkozom a gépészmérnöki múltamra, meg az előtte kb. 10-valahány éves repülő múltamra, ezt biztos nem a Földön gyártották, ilyet még nem látott se más, se, ráadásul ennyi ideig. Mert általában, hogy megpillangatnak UFO-t, jó, aki húzamosabb ideig, hogy elvitték, stb. De ez is csak az utóbbi időben jött elő. Addig csak az volt, hogy láttak, de hülyék voltak, kész. Ez általában ez így volt. Jó, hát most akkor ezt most kiélvezzük. Most ez egy soktöréses útvonal, tehát Esztergom, Nyitra, Brünn, ez nagyjából egy vonalban van. Megy Prága előtt, van egy Makel nevű pont, és ott 90 fokot, de két
adagban törik 90 fokot a cseh-szlovák NDK határig, ez a csebnek hívják, és ez a szerkezet most az előbbi sebességek mellett gyönyörűen a mi kis 760 km-es sebességünkkel, így, mint a betlehemi csillag, az vezetett bennünket, illetve hát még azt is mondom talán, hogy vezetett bennünket. De gyönyörűen az útvonalom. Nem mindesetre mi azért jöttünk. Igaz, hogy a cseh kétszer ránk szólt, hogy mellette vannak, meg vegyen fel egy adott irányt. Tehát nem igen a szokásos repülésre kapcsolatos teendőkkel foglalkozott egyikünk se. Na, a kapitány becsengetett egy lányt. Szóval mindenkiből tele volt kételyekkel. Becsengetett egy lányt, és akkor csak hallom, hogy mondja, hogy jé, kapitány, de érdekes repülőgép, én még ilyet nem láttam. Jó, köszönöm szépen. Már hogy egy stewardess. Igen, a stewardess, hogy hát én még ilyen érdekes repülőt nem láttam. Hát mondtuk, hogy mi se. Jó, visszament a dolga, hogy hát rövid ez a távolságot, utasságot kiszolgálni, stb. Tehát repül az idő a számukra. Na most elértünk a NDK cseh-szlovák határhoz, és a srácok abban a másodpercben, ezt lentről is lehet gyönyörűen látni, hogy oda nyúltak a gázkarhoz. Hát le kell venni a gáz, mert ott van mindjárt olyan rövid távolságra, hogy hát abból eléggé le kell zuhanni ahhoz, hogy az ember le tudjon szállni. Ahogy vették le a gázt a süllyedéshez, ez a szerkezet fogta magát, és körülbelül ilyen ütemben villám gyorsan, de megint másodpercek töredék része alatt lett belőle a nagy fénygyűrűből egy ilyen, még egyszer a szomoréra nagyságú fénygyűrű, abból lett egy kosárlabda nagyságú narancs, és az a kosárlabda nagyságú narancs elfogyott az ezüst színű csillagok között. Lett belőle egy narancssárga színű csillag, és az a narancssárga színű csillagot azt láttuk körülbelül fél percig, ahogy lassan elfogyott az ezüst színű csillagok között. Na most, hát ilyenkor besűrűt leszálláskor az is besűrűsödnek a tennivalók. Leszálltunk. Ha jól értem, akkor ez a valami már tudta, hogy ti most le fogtok szállni. Ez kutatott ott benne, bemutatta magát. Most ez körülbelül 40 percig tartott. Ez az egész. 45 percig. Tehát még egyszer, nem megpillantottunk valamit, aztán megdörzsülve a szemem, és nem látok semmit, hanem így folyamatosan kapcsolat volt köztünk. Na most erre mondják azt, hiszem, hogy ez a második típusú találkozás, amikor huzamosan kontaktus van, de még kommunikáció nincsen. Tehát magyarul ez egy gyönyörű második típusú találkozás, ami a 40-45 percig mutatta magát nekünk, és hát mondjuk nem a mi kedvünkért játszott el ezeket a trükköket, de érdekes módon mi voltunk az egyetlen repülőgép akkor a szlovák és a cseh légtérben, és hát akkor nekünk mutatta meg ezek szerint, meg nem tudok másra gondolni hirtelen, de az, hogy közben kutatott, az valószínű, mert abban a percben, amikor mi megbontottuk ezt a szituációt, abban a percben is ott hagyott bennünket, és tovább nem. Na, megyünk be az épületbe, hát, és ez szó szerint vegye, hogy a beton az hullámzott a lábunk alatt. Úgy, mint a hajón járt volna az ember az hullámzó tengeren levő hajón. Tehát úgy tapogattuk a lábunkkal a betont. Mélységes csendben, igen, kollégák. A kapitányom az a hajózóknak a pártitkára, a másik kollégám pedig a Marosánnak a veje. Az egyedül ideológiak fertőzött az én voltam közülük. És megyünk, döbben csönd, és mondom, hogy na Tibor, elmerjük ezt mesélni. Most a Tibor az egy ilyen alacsony, napóleonszerű figura, mentalitásban is. Mindenki le van, én láttam, amit láttam. Na, elintézzük benne a dolgot, megyünk vissza a gépre. Én még ott reménykedtem, hogy hát, ha lesz valami, de semmi, de hozzáteszem azóta sem. És hazaérkezünk, ez olyan 11 óra körül van,
Hát az ember fel az öltözőből, hogy kibudja belőle, és hát én egy olyan valamit láttam, amit meg kell osztani, ennél tudni kell az emberiségnek, magyarul. És kezdem mondani, fiúk, ezt láttok. Á, hülyék vagytok, titi, egy valami szupervadászgépet láttatok, azt próbálgatták. Na jó, ez nem megy. Felhívom anyámat, és válasz, hogy édes fiam, mit ittatok? Na, akkor jöttem rá, hogy hoppá, ez nem olyan egyszerű ez a dolog, ezt itt elfogadtatni. Eddig most itt még csak idáig jutottam, hogy nehéz elfogadtatni. Jó, kocsi, megyek hazafelé, hogy éjfél körül van. Hát akkor volt egy barátom az Istenek tanácsából, és útba esik, felcsöngetem, hát el kellett valakivel mondani, úgy érezem, hogy normális, aki normálisan fogja fel, normális embernek. Szívja a cigarettát, hogy hallgat, elnyomja, felejtsd el. Itt a világban mindenki hülye, egyedül én vagyok, mindenki szembe jön az országot, vagy az autópályán. Hazamentem, és akkor ugye eldöntöttem, hogy hát ezt én nem fogom elfelejteni, ez egy olyan dolog, mindenki. Most én mondom azt, amit a főnök, hogy mindenki. Jó. Elmúlik egy... Én meséltem mindenkinek útközben, a fiúknak, stb. Volt, aki nézett rám, hogy hát ez eddig normális volt, most ültél meg. Mások pedig... Érdekes mondom, mások pedig úgy hümögtek, és érdekes mondom, két ember volt, aki... Mi is láttunk Szibériában ilyet, külön-külön. Azt mondja, ők olyan 5-6 percesen repültek. Hát ha nem is együtt, de 5-6 percig benne volt a látótérben, és aztán hús olyat csinált, és szintén eltűnt. Na, két hét múlva társaságban Tiborom ott, szintén ott van. Mesélem el, és elég furcsán néznek, akkor mind a most a következő percben habzani fog, vagy mit fog csinálni. Tibor, szólalj már meg, tehát te is ott voltál. Na most nála eddig tartott, hogy hagyjál engem a hülyeségekkel. Á, magyarul neki ezt kötelessége volt lejelenteni, magyarul ugyanazt mondhatták neki, hogy felejtsd el. Itt jön az, hogy megváltozott az életem teljesen. Szóval addig az volt, hogy én a világ mindenség csodája, az ember, és akkor rájöttem, hogy semmivel nem vagyok más, mint a kis szaladgáló hangja, aztán vagy itt csinálok, vagy nem. Úgyhogy na most ez bejött a habitusomban is, az élethez való hozzáállásomban is, az egész világhoz való hozzáállásomhoz. Bejött a, hogy mondjam, én addig ateista voltam. Hogy mondjam, nem istenhívővé váltam, hanem hogy nem úgy működik a világ, mint ahogy ezt velünk tanították, az egy másik dolog. Tehát van egyszer egy test, aztán kell legyen valaminek még lenni mellette. Ez az egyik. És a másik pedig az, hogy megváltozottak az értékeim. Tehát addig minden ember mit csinál az életben? Hát pláne amíg fiatal, hogy hát meg akarja alapozni az életét. Na most ezt van, aki könyökvédővel csinálja, van, aki meg nem használ könyököt sem. Hát én addig különösképpen nem használtam, de utána még könyökvédővel sem csináltam. Tehát abszolút nem érdekelt. Az érdekelt a világból, hogy hát először is visszaszerezzem a lelki nyugalmamat. És utána pedig, hát voltak éppen azért az élettől, ami nekem, hogy mondjam, saját magam tehetséges miatt jár, azt azért ne hagyjam veszni. Van egy gyermek, fel kell nevelni, élni kell. Na most abszolút magyarul nem törődtem a karrieremmel, azzal foglalkoztam, hogy egy normális életfeltételeket tudjak magamnak teremteni. Mondták is a kollégáim, hogy mi van, Dezső, leálltál. Most nem is vettem méltónak arra, hogy most itt elkezdjem magyarázkodni ezt az egész dolgot. Hát egy értékrendváltozás történt. Abszolút, abszolút. Azt mondanám, hogy
addig az értékeket a külvilág határozta meg. Most onnantól kezdve én határoztam meg, hogy mi az érték számomra. Aztán sikerült, hogy mondjam, a telekételyek azért valahogy megoldottak, mert hát az egyedül erre az ember nem tud rájönni. Hát elkezdtem kutakodni itt a... Hát ezt most, hogy mondjam, van, aki ezotériának nevezi, ezoterikus irányba. Minden esetre nem lett belőlem vudu varázsló se, de hogy azóta, hogy mondjam, tisztában vagyok azzal, hogy hogy épül fel a teremtett világ, és az a vicc, hogy a fizikai világ kutatói és képviselői azóta derítették ki, persze ettől függetlenül, hogy voltak éppen az anyagi világ az csak egy része a dolognak. Na, eltelt egy kb. Egy két hónap, az ötvös Lórán egy telefon, jó napot kívánok, XY, már nem emlékszem, ötvös Lórán Tudományi Egyetem fizika tanszék, bejönne hozzám? Hát hogyne, persze. Lemegyek, egy olyan öveges professzorszerű valaki volt, hogy elmondaná, hallottam a UFO találkozásáról, elmondaná. Hát hogyne, és akkor szépen, amit most itt elmondtam, úgy szépen elmondom ott is. És az volt a számomra döbbenet, hogy semmiféle meglepedés nem látszott rajta, hanem így időközben kommentált, hogy igen, ez az ionizáció, igen, ez igen, 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 igen. Aminek a nagy részét egyébként nem értettem. Vége van, hát nagyon köszönöm, azt mondja, hogy a diákok összegyűltek az auditoriumban, mert elmondaná nekik is. Hát mondom, ne haragudjon, de azt nem. Hát nagyon egyszerű volt mondjuk kikerülni a repülésből, elég volt egy pszichológiai, orvosi, az éves orvosiból a pszichológusi jellemzés, és kész volt a karrier. Hát mondom, ne haragudjon, azt nem. Megértem, köszönöm szépen. Na szóval ez történt, és hát azóta is, mint ahogy most is nagyon szívesen mondom, hangoztattam ezt jobbra-balra. Nagyon érdekes, hogy az emberek nagy része, most nem tudom, hogy elhisz-e nekem, vagy pedig általában a témában hisz, és akkor úgy néz rám, mint egy valaki szerencsés, akinek volt hozzá. Na most van a közben nagyon sok ember, aki még ha el is hisz nekem, de nem fogadja el. Ettől függetlenül. Nem tudja megmagyarázni, legegyszerűbben azzal, ahogy megfigyeltem, azzal vágják ki magukat, hogy ez engem nem érdekel. Szóval, ahogy mondjam, ahogy észrevettem, hogy a saját elképzeléseiket a világról nem akarják hagyni befolyásolni az én által elmondottakkal. Hát ez történt.